Itt vagyunk a Hunyöntéri óvodában, ami számomra egy nosztalgikus hely, hiszen annak idején én is ide jártam óvodába, és nagyon sok emlék köt ide. December hónap folyamán keresett meg bennünket az Országos Cigány Misszió azzal az elképzeléssel, hogy ők szeretnék felkarolni ezt az óvodát, és szeretnék itt folytatni a szakmai munkát. Több egyeztetésen, beszélgetésen vagyunk túl. Úgy gondolom, hogy mindent átbeszéltünk, ami csak érintheti ezt az óvodát, és egy olyan szakmai programot vázoltak föl, ami számunkra egy nagyon biztató volt. A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigány Missziója elkötelezett a hátrányos helyzetű embereknek a felzárkózásában és segítésében, és nem csak felzárkózást szeretnénk adni, hanem olyan lehetőségeket és olyan kapukat, amelyek sokkal szélesebbek és sokkal nagyobbak, amit eddig el tudtak érni, és amit talán sokszor a társadalom is kínál. Mi úgy gondoljuk, hogy a hátrányból előnyt kell kovácsolni, és az, aki hátrányos helyzetben van, sokkal nagyobb a lehetősége arra, hogy egy nagyot ugorva megelőzze azokat, akik folyamatosan haladnak az úton. Itt Békésen a Reményhír intézményen keresztül az 5-ös iskolát visszük, illetőleg a most már 9. éve, illetőleg az Epeskerti óvodát, és az idén több bővítési projektünk is van, és így esett a választásunk arra, hogy itt a Hunyadi téri óvodát is bekapcsoljuk abba az oktatási és felzárkózási és tehetséggondozó rendszerbe, amit megálmodtunk és amit szeretnénk megvalósítani. Az ő előforrásaikkal, az ő szakmai tudásukkal, gyakorlatukkal ennek az óvodának egy olyan jövőképe van, ami abszolút pozitív, abszolút előremutató és egy komoly fejlődés fog megtörténni itt ebben a régi hagyományos óvodánkban. Gyakorlatilag mint a óvodát és mint a iskolát szeretnénk az egész ország számára. Külföldi kapcsolatainkon keresztül sok olyan anyag áll a rendelkezésünkre, illetve saját fejlesztésű anyagaink is vannak és dolgozunk rajta, amelyekből pont ezt a hátrányból előnyt kovácsolni, a mély helyzetből egy magas szintre ugorni, hogyan lehet a családokat motiválni, hogyan lehet a forrásokat úgy felhasználni, az emberi forrásokat és az egyéb segítő lehetőségeket, hogy ne csak a gyerekkel foglalkozzunk, hanem az egész családdal foglalkozzunk, vagy egy felnőtt esetében ne csak az egyik féllel a családból, hanem tényleg az egész család is kapjon segítséget, és így együtt támogassuk egymást, hiszen hogyha csak egy intézmény ad valami segítséget, otthon pedig nem kapnak, akkor lerombolódhat az, amit mi adunk. Ezért látjuk fontosnak, hogy sokkal-sokkal többet kell tennünk, mint hogy 8-4-ig vagy bizonyos időtartamban foglalkozunk a családokkal, a gyerekekkel. Az egész életükre hatással kell, hogy legyünk, és valamilyen módon segítséget adnunk nekik. Tehát ebből a megfontolásból bővítettük itt Békésen is a jelenlétünket. Ezt követően mi leültünk természetesen a dolgozókkal is egyeztetni. A dolgozóknak is felvázolt a misszióvezető úr is, hogy mik az elképzelések, majd a szülőkkel is megtörténtek az egyeztetések, és a szülők is írásban hozzájárultak az óvoda átadásához, átvételéhez. Mindenféleképpen egy nagyon családias légkörű munkakapcsolatra gondolunk, és egyébként jelen pillanatban is így működünk. Tehát egyrészt egy nagyon szoros törődés, odafigyelés és emberi kapcsolat. Másrészt az egyházi hátterünk miatt a lehetőségeink és a forrásaink is, nemzetközi kapcsolataink is sokkal-sokkal szélesebbek, amit be tudunk vonni, és amit ide tudunk hozni. A harmadrészt pedig
Nagyon-nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy magával az emberrel foglalkozzunk, és a munkavállalóink boldogok legyenek, és azt, amit csinálnak, azt szeressék csinálni, és jól érezzék magukat a munkahelyükön. Ők is részesei ennek, és valami nagyon nagyot szeretnénk, hiszen ha nem találunk megoldást a felzárkózásra, a cigányság problémájára, akkor gyakorlatilag a jövőnk fogja ezt megsínyleni, és a jövőnk árára fog ez történni, tehát most kell lépnünk. Jelenleg pedig a szerződés előkészítése zajlik, és ha minden jól megy, az ősz folyamán már a Országos Cigány Misszió Reményhír intézménye fogja üzemeltetni a Hunyadi téri óvodát, ami úgy gondolom, hogy egy nagyon jó és hasznos lépés lesz az óvoda életében.